Kovács Ferenc festőművész képei díszítik a felújított Perccel kastély konferenciatermének és folyosójának falait. Az 50 képet Bonyhád város önkormányzata 3 millió forintért vásárolta meg, hogy állandó kiállítást hozzon létre belőlük. A művész szerint ez egy különleges lehetőség. Egy alkotó kapott lehetőséget arra, még az életébe, hogy egy állandó kiállításon mutathassa be az alkotásait. Hát előre is azt hiszem nekem meg kell köszönnem egyszer a városunknak, szeretett városunknak, a vezetőinek, elsősorban a polgármester asszonynak és a testületnek, hogy felajánlották nekem ezt a lehetőséget. Nagyon sokat készültem erre a kiállításra, mert nagyon nehéz a válogatás. A gazdag életművemből azért úgy gondoltam, hogy köszönetképpen a Bonyhád is környékéről hozok több képet, és ezeket állítom ki, hiszen csodálatos, szép környezetben van ez a kis város, és a völgység, hát az meg mindig is elvarázsol, azt hiszem mindenkit a szépségével. Most, hogy volt ez a vírus szünet, akkor én leeltároztam. Meg hát különben is már az életkor hozza magával, hogy leltárt kell csinálnia. És hát úgy körülbelül, amit kiállíthatnék nyugodt lelkiismerettel, az körülbelül olyan 1000. Kovács Ferenc a mai napig alkot, de az elmúlt időben kevesebb ideje jutott a festésre. Ez a kiállítás hát sok időt elvett, mert minden képet én kereteztem, én paszpartúztam. Tehát, és akkor ez azzal jár, hogy hú, hát ez a kép abban a keretben nem jó. Ennek a képnek a paszpartúrája nem jó. Akkor cserebere, és ment az idő, hát végül ez lett belőle. A 85 éves festő úgy véli, szerencsés volt az élete. Én egész életemben azt csinálhattam, amit szeretek. Az egyik az a művészetpedagógiai munka, a másik pedig a képzőművészeti alkotó munka. De ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Hiszen aki tanítja, annak azért nagyon otthon kell lenni mindenbe. 50 éve indítottam el a Tolna megyei gyermekrajz pályázatot és kiállítást. Most volt a jubileum a novemberben, mindig gyermekrapra szoktuk készíteni. És én a gyerekeket annyira megcsodáltam mindig, hogy hogyan tekintenek a világra, hogy mennyire érzelemgazdagon tudják befogadni ezt a látványt. És valahogy, nem tudom, akkor a második gyermekkoromat élem, de én is hihetetlen módon tudok rácsodálkozni a szépre, a természeti szépre, és azokra az ember alkotta motívumokra, amelyek különös esztétikai értéket hordoznak. Megnyugtató számomra, hogy a művészet szabadsága révén én függetlenül majd tudtam maradni a kifejezésembe. És ez valahogy úgy jelentkezett nálam, hogy nem kellett senkinek sem megfelelni. Én magamnak akartam megfelelni. És épp ezért az én munkáimban mindig ott lehet találni a megnyugvás keresetét, a békét, a nyugalmat és a harmóniát, amelyet szeretek megteremteni a környezetembe és a saját lelkemben is.